Üdv a félhomályból, ez a Féktelenül a műsor, ahol mindenki azt mond, amit gondol, és mindenki azt gondolja, amit mond. Ilyen egyszerű. Az út az élet, nem a fogadók. Tudták, hogy az emberiség döntő hányada a születési helyétől számított alig 10 kilométeres körön belül hal meg. És nem a gyerek halandóság miatt. Szóval nem vagyunk egy vándorló faj, legalábbis manapság nem. Ebből aztán következik egy és más. Például az, hogy gondoljuk, hogy azt gondoljuk, hogy a világ máshol is olyan, mint amilyen körülöttünk. Hogy az emberek természetesen fehérek, zsebkendőbe rejtik a taknyukat, és kezet ráznak, meg lapogatják egymást. Aztán élnek olyanok is köztünk, akik nyughatatlanok. Állandóan mennének, kószálnának. Kényszeresen hajtja őket az ismeretlen, vonzza lelküket a másság. Rajtuk a karantén sem fogott ki, mert alatta fejben utaztak. Aztán vannak olyan egriek, akik rájöttek, hogy más egriek is szívesen csatangolnának a világban, és vezetőiknek szegődtek. Ez lett az életük. Olyanok is akadnak, akik azt mondják, hogy az utazgatás teszi tönkre a bolygót. A turisták sáskák és felzabálják a kulturális különbségeket, kifordítják magukból Velence polgárait, Angkor papjait, az ausztrál benszülötteket és leölik Afrika állatait. Közben teleszemetelik a földet és mérgezik a levegőt. Az igazi kérdés persze az, hogy a világ üveggolyóvá sugarítása és így könnyebben megismerhetővé tétele arányban áll-e a turizmus által okozott károkkal. És hogy kár-e az, ha a kultúrák keverednek. Hogy mi a pusztítóbb, megismerni egymást és közben patás ökolábnyomot hagyni, vagy begubozva rettegni, hogy ránk nyit egy pigmeus. Mai beszélgetőtársaim két nyughatatlan Globetrotter egri világutazó, Barna Béla és Koncz János. Mikor utaztatok utoljára? Én két hete voltam Törökországban a déli tengerparti részén. Ez volt a legutolsó. Illetve hát utána is voltam még Magyarországon belül, kék túráztam. Ez a... Janó, te? Két hónapja voltam talán a Dante Poklánál. Az egy bükké beszakadt barlang. Így simán csak kimentél? Kimentünk a vadak közé? Hát tavasszal a legjobb az erdőben túrázni, mert nincs nagy hó, viszont még nincsenek rovarok. De milyen érdekes, például az én gyerekem az télen szeret túrázni, az akkor meg nincsenek túrázók. Így van. Tehát ő azért szeret kék túrázni télen, másfél méteres hóban, mert akkor tudja, hogy egyedül van. Hát mi is kimentünk a barátnőmmel, hogy hát biztos ketten leszünk egy ilyen jellegtelen márciusi délutánon. Erre 5 perc múlva megjelent kb. 40 ember. Egy ilyen túrázós csoport. És mindannyian egyedül voltatok a természetben. Te mit tapasztalsz? Hogy hát, sokan hogy vagyunk. Túra, vagy a kék túra az most már ilyen, ilyen sötétkék, nem? Hogy már egy hömpölyök benne. Igen, tehát nagyon sokan kezdték el, ami egyrészt örvendetes. Tehát én 20-30 éve ezért küzdöttem, hogy mindenki túrázzon, kiránduljon. De nem biztos, hogy ilyen lovat akartunk, hogy ezt szerettük volna. Nem a túrázással van baj, hanem a túrázás illemtanával, vagy egyáltalán. Meg a túlturizmus is egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy beszélünk, hogy most sokan, én is voltam ugyanígy, mint Janó, hogy kimentünk valahová, Kishartyámba, a homokkő oldalba, amit előtte nulla ember nem ismert, és fél Pest ott dobzódott. Tehát ugye a médiának az irányító szerepe, tehát a divat jelenségek, ez is divat jelenséggé vált egyrészt. A Facebook csoportok pusztító hatása. De ugyanakkor meg, ugye ezt már szakirodalom is írja Izland kapcsán, hogy mennyi sok a turista, de ott is vannak eldugott helyek. Tehát, hogy igazából profinak, egyre profibnak kell lenni, hogy eldugottabb helyeket. Hát egy medebarlang, de ott meg ott a medve. Tehát de mi volt? Mondasz, és amelyik medve a kezedből leszik, az a lábadból is fog, mint tudjuk, és ez sem optimális. Tehát... Hát jó, van, de egy medve is vonzerű, nem azért a katasztrófa turizmus, meg a rettegés turizmusa, hát az Izland vulkán turizmus, ugye, hogy... Ez a veszélykeresés, ez egyébként szintén ilyen mozgatórugó? Tehát szoktak téged keresni, hogy Béla, szervez már nekünk egy olyat, amin lehet, hogy meghalunk? Hát olyat nem, de azért az adrenalint akarják sokan. Hát ez egy dilemma szerintem az utazás szervezőknek. Most már van számos ilyen kis kalandtúra, iroda, kis csoportos utakra. Tehát, hogy érezd azt, hogy hát hú, de közben meg tök biztonságban legyél. Ez egy érdekes helyzet. Nekem otthon vár a gyerek, meg mit tudom én, de hát... Nekem egyszer ezt nem tudom, Új-Zélandon jártatok már?
Ugye Új-Zéland az ország, ahol szerintem 5 méterenként vagy le akarnak dobni egy hidról gumival, vagy be akarnak dobni egy sodróvízű folyóba. Igen, vagy eltörnyőleg kilók. Na és én egyszer, képzeljétek el, soha többször egyébként, hát azt mondtam, hogy na akkor kaland, mert hát Új-Zéland itt mindenki ilyen izé. Hát én a magam testével beneveztem egy világító féregnéző túrára. Jaj, az klassz. Hát figyelj, először is ott kezdődött, hogy ilyen fekete kotont akartak rámadni, de hát nem találtak. Tehát ugye próbáltak egy ilyen véres hurkával alakítani engem, és hát aztán valahonnan kértek kölcsön, és akkor találtak, amiben én beleszorultam. És akkor elvittek egy ilyen platós kocsival messzire, odaálltak egy ilyen híd végére, és belelöktek egy hömpölygő hideg folyóba. Majd utánam dobtak egy gumibelsőt. Ezek után mondták, hogy próbáljak belekapaszkodni, és ahogy vitt a víz, az egész bezúdultam egy hegy alá. Így van. És akkor bele kellett ülnöm ebbe a izébe, és nézni, ahogy a plafonon több millió ilyen kis világító féreg van, akiknek az az életük, hogy világítanak, aztán kikel belőlük a rovar, az repül, körülnéz, meglát egy világító férget, amilyen ő volt 5 perccel azelőtt, és ezt megeszi. És miután megette, begubózik, és egy idő múlva világító féreg jön. Ó, az örökkörforgása a természet. És akkor ezt kellett nézni egy darabig, és ott már egészen jó volt, már kezdtem megszokni a halálfélelmet, amikor hirtelen egy föld alatti vízesés érkezett. Ez már kalandúra. Ez a különleges. És akkor ott mindenki örült, és akkor engem kipecáztak ott félholtan, és akkor nem tudom, $100 kellett az egészért fizetni, és úgy döntöttem, hogy ez a kalandturizmus, ez nem nekem való. De egyébként, ha jól veszem ki, körülbelül ez a turizmus iránya, nem? Ez az élmény. Hát ez egy irány. Tehát ugye nagyon sok irány van a turizmusnak. De nem lehet azt, ami régen a japánok, hogy megáll a busz, és akkor nem kell kiszállni, csak nézegetni a gízai piramisokat az ablakon keresztül lefényképezni. Hát a többség, hogy ezt csinálja most is inkább. Van még ilyen? Persze van. Létezik mind egymás mellett létezik szerintem. Ugyanúgy van a nyaraló turizmus, amikor csak kifekszel Siófokon vagy Tájföldön 2 hétre is szinnégeted magad, ugyanúgy van, aki csak megy, mint a gép, túrázik, minden fajta van szerintem. Most már utazásnak 1000 válfaja van, és mindegyik külön-külön kis, ugyanúgy, mint a főzőműsorokban, hogy van, aki ezt csinálja, van a menzától a Michelin csillagosokig. Én akarok egy kávéfőzőműsort például. Most. Na, mesélj. Nem tudom most, hogy kaptam egy kávét, most találtam ki. Annyira rossz volt? Nem, jó volt, csak hogy lehet egy kávéfőző. Igen. Szóval, hogy sok iránya van, de most, amit így a Covid alatt látok, azért az hogy szelidebb legyen egy kicsit talán. Meg befelé fordult a jó nép a belföldre, amit már kezdett Béla mondani, meg mondjuk te is pedzegettel, hogy sokan elkezdik felfedezni a magyar tájakat, és közel dobálják a chipszezacskót, mert nagyon nehéz hazavinni azt az egy grammos valamit. Tehát. De ez egy felfedezés, tehát úgy értem, hogy egy belső motiváció, vagy inkább csak egy kényszer, ami aztán, ha vége van, akkor irány a horvát tengerpart. Is. Igen. Is. Szerintem az van, hogy van egy csomó Facebook csoport, a Bükk barátai, az Emplén, nem tudom kiei, a Kék túra, a megszárottjai, és ott az infók terjednek, és akkor felavatják ezt a kézkilátót valahol, nem tudom, Nógrádba, és már a következő hétvégén, mint a sáskák, fél Budapest, ott van a kézkilátónál. És ez baj? Hát ez egy jelenség legalábbis. De ezt lehetne irányítani, tehát hogy az osztrákok, tehát a turizmusban előttünk járó országok, mondjuk Ausztria vagy Németország, azok próbálják irányítani, tehát hogy ne oda menjen a tömeg, tehát hogy a marketingen mindenen keresztül, hogy vagy mondjuk a Turinform irodák által, hogy ne csak azt az egyet ajánlja. Majd a tömeg oda megy, természetesen. Tehát. De ott azért próbálják, tehát hogy ne a legszebbet tegye tönkre a sáskahad, hanem egy kicsit másik irányba tereli. Igen, hát a következő formájának a terelésnek, hogy pénzt kérsz. Tehát mondjuk kimész Szlovéniába, a Vingár szurdokat meg akarod nézni, ott vagy 5 euró. Kimész Új-Zélandra, egy hosszabb túrát le akarsz nyomni, mondjuk a Milford Trekket, ott kemény pénz van, és várólista van 2-3 év is akár. Aha. Hát jó, de igen, de az olyan gondolom, mint a Himaláját megmászni, hát az is egy a legnagyobb költség, gondolom. Most az durva költség, értelme semmi, de hát ki mire költi a pénzét jó, is. De hát hogy kockáztatja az már egészség. Az extremitás. Igen, mondjuk igen. Most ment fel egy 75 éves pasas, hát fölhúzogattak egy 75 éves pasast. Meg egy vaknőt húztak föl pár éve, tehát... Hát figyelj, ezek csodálatos célok. Hát ezzel gondolom, ez a bakasztó. Ezzel sincs baj. Lehet, hogy ez is exkluzívá válik, tehát hogy ahol egy kicsit olyan némelyik hegy, magas Tátrában is van ilyen, hogy mondjuk a Lomnici csúcsra csak guide-dal mehetsz, vagy a Gerlach falvira. Ott megvan az az élményed, hogy 12 emberrel mész,
fizetsz érte nem tudom hány 100 eurót, de ugyanakkor meg a Riszire ott meg 5000 embert kell sorba állni egy fél napig, hogy az ösvényen. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy ez is egy kicsit így exkluzív. Hát vannak divathelyek, van hype, egyik helyről másikra átrenni a figyelem. Ugye már szegény barcelonaiak már megőrültek a Covid előtt, hogy már most nem tudnak ki, mert az utcán nem férnek be a tömegbe, mit tudom én. Tehát vannak ilyen fölkapott helyek, például Eiffel-torony. Hát Eiffel-torony, kimész Bogácson a határba, egy magas feszültségoszlopot megnézel, és megszagod ezerre. És akkor gyakorlatilag ez az Eiffel-torony, egy vas szerkezet. Igen, hát ezért jó. És ott állnak sorba a liftnél nem tudom hány órákat, most biztos nem, de úgy a normál időben ott állt. A legjobb, aki felszalad lépcsőn. Így van, az én voltam, de csak az első szintig ott feladtam. Szóval a média benne van, tehát én most 15 évvel ezelőtt Indiába a hostelek, volt 20 hostel egymás mellett, mind nagyjából ugyanolyan volt, és kettő előtt iszonyat nagy sor volt. És akkor bédekkel. Miért van az? Mert a bédekkel a Lonely Planet bármelyik megírta, és lehet, hogy a mellette levő sokkal jobb, de a kutya nem ment oda, mert irányítottan megyünk, amit olvasunk. Mert ezt ajánlották. Ott valaki ezt már megtapasztalta, akkor az biztos jó. Aha. Hát ugyanez a kettősség, amit Janó mondott, hogy legyél extrém is, de azért szuperbiztonságban a kalantúrán. Ugyanez, hogy ki akarok menni, de felfedező akarok lenni, de csak addig, amíg a bédekkel ajánlja. Azért az egzotikus dolgok, a felkapott helyek azért megvoltak régebben is. Persze, ugye persze, csak addig ugye fejben olvastuk Thor Heyerdahltól kezdve, amit tudom én. Hát, hogy sosem jutunk el úgyse arra. Igen, hajóstoppal az indonész szigetvilágban, igen. Meg ilyen izéket. Tudod, miket olvastunk? Van ez a vastag, rendkívül alapos régi világjárók sorozat. Egy-egy országról, hogy ekkora könyv. És akkor olvasgattad Krakó története 1300 és akkor úgy utaztál fejbe. Az armchair trend. Én most szedem ezeket össze, most egészítem ki például. Igen, én nekem megvan az összes, azt gondolom, én bizony nagy gyűjtő vagyok. Hát és nagyon, nagyon mókás, én nagyon szeretem. Ez a madárfüttyös kis sziget. Olyan, nincsen például. De amúgy még mindig jók. Tehát, hogy most nyilván az nevesszük, hogy a forradalmi tér, vagy a Lenin tér Kisinyovba, de most megnéztem, hogy Kisinyov még mindig a jobb, mint a neten felelhető információk szerint, mondjuk. Tehát, hogy nagyon sokan ezek a régi panorámában elég alaposan megvoltak. Panoráma úti könyvek. Igen. Hát persze, én mondom a Jugoszláviát, ugye ott szoktam, hogy fáradt milliomosok pihenik ki magam, ez a Szent István sziget, és akkor hihetetlen irodalmi zsákkal, ugye, ami egyébként azóta egy magánsziget, igen. Szóval, hogy régen is megvolt, de minthogyha az egészet az nyitotta volna ki, egyfelől a jólét, Sok pénzünk van. Most lehet itt gyurcsányozni, de nagy a jólét. Meg hát másoknak meg még több pénzük van most nemzetközi szinten. Igen. És olcsó, még mindig a világ 20%-án. És olcsó lett. Azért én emlékszem, hogy régen egy ibuszút mondjuk 20 000 forint volt mondjuk, nem tudom, valami normálisabb helyre, és akkor volt a fizetés mondjuk 6 000. Ugye? És akkor az egy ilyen hihetetlen dolog volt, hogy megvenni mondjuk egy repülőjegyet, az ilyen 10 meg egy évi fizetés volt. Ma meg ilyen 1-2 hetes fizetéssel már el lehet gyakorlatilag jutni. Ha valaki ügyesen sáfárkodik az interneten, akkor azért ott tudja, hogy. Ez is egy érdekes téma, hogy tehát a saját utazásszervezés az is nagyon fölpörgött abban az értelemben, hogyha te elég talpra esett vagy, meg tudod kezelni a világhálót, nem magamfajta vénember vagy, hogy vegye meg más a dolgokat nekem, akkor... Tehát ez egy külön hobbi lett, hogy te a legolcsóbb lehetőségeket, a legjobb variációkat, nem tudom, a legjobban tetsző szállást megtalálni. Ott elkezdődik a vadászat. Igen, a repülőgyekkel meg lehet őrülni konkrétan, ez Béla biztos, hogy jobban tudja, hogy mikor, hogy milyen járat, mennyi ér, és akkor ahhoz a dátumokat összerakni. Ez egy külön ilyen, nem is hobbi, ez nem tudom mi ez. Némelyiknél már életforma. Hát igen, meg egyrészt értem, amit mondasz, hogy a ráfüggsz. Igen. Hát és akkor még az errorferekről nem beszéltünk, van, ugye? Igen, az most kicsit lecse. Viszont van egy érdekes, hogy már vannak, akik gyűjtik az országokat. Tehát, hogy és a repülőtereket, és akkor nem úgy kommunikálnak egymás között, hogy majd átszállsz, majd mit tudom én, elindulsz Budapestről. Bud. Meg ilyen, a három betű kóddal kommunikálják a repülőtereket. Én a belét folytattuk, a szót igen, hál' Istennek. Ja nem, az csak... Miért ült ki szélre? Hát ez az, ugye a perifériáról.
itt ugye arra akartam így rámenni egy kicsit, hogy ugyanakkor nem való ez mindenkinek. Tehát, hogy sokan azt hiszik, hogy ők meg tudják csinálni, és utána panaszkodnak, hogy hát nem is 3000 volt, nem is annyi, nem is szép az az ország, tehát hogy nagyon sok az elégedetlen utána. Tehát megcsinálja maga, tehát 10 millió utazási szakértő országa is lettünk, és 10 millió túra szakértő országa, amit Jani mond, hogy mindenki ráfüggött, de ez ugyanolyan, mint a főzés, tehát hogy attól, hogy én most láttam a tévében egy főzőműsort, lehet, hogy baromi rosszul főzök, és nekem inkább menjek el a menzára vagy az étterembe, mert nem való a főzés. Tehát, hogy nem. Én például azt mondom, hogy minden a szakmához kötődő dolog legyen profi. Én elmegyek fodrászhoz, mert a fodrász szépen megnyírja 5 perc alatt a hajam, én 45 percig kínlódok, és nagyon rossz lesz, és utálom az egészet, hullik a hajam. Erre szoktuk azt mondani, aki nem tud főzni, az megy étterembe. És még ott nem tartunk, de most kezdünk ott tartani, hogy aki azt mondja, hogy nem szeret bíbelődni, nem talál jó utakat, azok elmennek szervezőkkel, utazásirodákkal. Okay. Hát, hogy nagyon sok a... Nem kell, most nem az utazási irodák mellett akarok beszélni, csak hogy úgy, nagyon sok az is, hogy hát tényleg elmentek oda, és rossz hírét keltik valaminek. Tehát, hogy nagyon sokan mennek most Grúziába, és hogy milyen rossz. Azért, mert nem jutnak el a hegyekbe se. Persze. Hát nem tudják, hogy hova kell menni. Mert... Hát meg ugye mit várnak? Nekem kedvenc történetem, emlékszem, most már nem létezik, úgyhogy kimondhatom a nevét, a Déli Báb Travel volt. Akivel, jó név! aki egy debreceni iroda, mint ez kiderültett, és görögországi útjaik voltak, és az volt a specialitásuk, hogy a busz után egy hatalmas utánfutót kötöttek, és a buszon mámik utaztak, és az utánfutóban pedig fagyasztott pörkölt volt, meg ilyen cuccok, és hogy ők ugyan Görögországba szerveztek túrát, de garantálták, hogy minden nap magyar étel lesz, és magyar debreceni szakácsnénik fognak főzni. És figyeljetek, jó, megbukott az iroda, de valószínűleg nem ezért. Egyedül talán mi voltunk egy ilyen úton, ahol nem, akik nem fizettek be erre a félpanzióra, vagy teljes is volt. És hogy az emberek elmennek, és azt gondolják, hogy akkor jó valami, hogyha az olyan magyaros, ott megkapják azt, amit megszoktak. Tehát ezért is mondom, hogy Grúziában lehet, hogy tehát egyáltalán a kulturális különbségeket ugye annyira nehezen tolerálják, hogy és képzeld el, hogy mit az egyik taxi jobb kormányos volt, a másik bal, hogy ezeknél nincs rend. Hát meg ha nem érsz ki a fővárosból nagyon messzire, akkor tehát a látnivalók azért odébb kezdődnek. Persze. Akkor, hát ugye ez összefügg egy kicsit talán a túlturizmustól is, amit mondasz, hogy ugyanazt várjuk el, vagy olyanért megyünk el, amiért el se kellene menni. Így. Hát, hogy most a pörköltén nem felesleges Görögországba menni. Azért, hogy csak egy medence mellett feküdjél, ahhoz elég Egerszalókig menni, vagy valami. De nagyon sokan azt mondják, hogy hát akkor elmegyünk máshová, mert ott de ugyanakkor meg nem fedezik fel az országot, a kultúrát, a helyi gasztronómiát, tehát nem esznek egy... Hát mert az idegesíti őket. Igen, igen. De én megmondom, mi van emögött, hogy a szomszéd ideges legyen. Meg a haveri kör, meg a munkatársak. Hát persze, az irítség. Ez ugye gondolom buszosan ti is jártatok elég sokat, és hát ugye a busznak én amennyire tapasztaltam, egy buszos, mondjuk egy Görögország, tehát egy 20 óra buszút mondjuk, vagy egy spanyol, oh, de jó, 24-28 órás buszútak, és hogy ott azért az utazó közönségnek egy olyan 30-40%-a az első lépésnél, mint azért jönne, hogy kiboruljon. Tehát, hogy ott már síró emberek vannak egy óra múlva, hogy én nem ide akarok ülni, én előre akarok ülni, én le akarok ülni, nem ez volt megbeszélni. Én már januárban lefoglaltam azt a helyet, de jártam én úgy, hogy ugye megérkezett Egerbe a busz Miskolcról, és akkor egy család előre akart ülni az emeletes busznak, hogy ő mindent lát, és hogy ő már januárban lefoglalta, de ott már Miskolcon ültek. Na akkor... zokogás, üvöltözés. A sofőr meg az idegenvezető megőrült. Akik a miskolciak azt mondták, hogy jó, semmi gond, ők majd hátrébb ülnek. Hátrébb ültek, figyelj, Szegednél tört újra a zokogás, hogy ők onnan nem látják a tévét, amin mennek a filmek. Nem van mindenkinek az utazás egyébként. És figyelj, és gyakorlatilag én azt vettem ki, hogy mondom, ezeken a buszosok, tehát a magyarok, mint hogyha szeretnének így elmenni, kiborulni, hogy mi a rossz azon a kiránduláson, hogy nem azt keresik, hogy mi a klassz. Hát ugye a telepített idegenvezető intézmény az is egy gyönyörű dolog. Ugye, hogy mi nem ilyen jó csajok szoktak általában lenni ezek. Igen, volt idő. Hát ma már biztos már
Nem olyan egyszerű. Már nem olyan népszerű ez sem. Már mint szakma. Azt akarom még mondani, hogy ennek két oldala van, mert a buszon rinyálsz, meg a szálláson rinyálsz, meg a svédasztalon isztizel, meg a törölközön, meg a napozóágyon, majd hazajössz, és azt mondod, hát Görögország. Hát ez egy csoda volt. Hát az a tenger, az az ellátás, hogy bármikor, és hogy és a görögök milyen barátságosak. Nem vagyunk tisztában a vágyainkkal egyébként. Én az előbb azt próbáltam, hogy az utazás nem mindenkinek. Ugyanúgy, mint bármi más, tehát hogy nem mindenki szereti a pörköltet, nem mindenki szereti a krémest, de nagyon sok ember tudja, hogy hát ő nem szereti a krémes süteményeket. De az utazás valahogy státuszszimbólum egy kicsit, és nem akarnak lemondani róla, hogy hát ezt csinálni kell. De közben lehet, hogy egyszerűen beismerni, hogy én szeretek otthon ülni. Tehát nekem például nagyon sok, egyre több ismerősöm van, aki azt mondja, hogy nem, felismeri, hogy nem való neki az utazás, mert mozogni kell, kényelmetlen, nem ugyanaz a megszokott kávézóba ül, és így tovább, és így tovább. Tehát vannak ilyen veszélyek, hogy nem azt a kávét kapja reggel. És ő felismeri, és azt mondja, hogy neki nem való az utazás ilyen szempontból. Szerintem vannak ilyen emberek, csak ugye még nem jut el mindenki erre a szintre, és azért elindul rinyálni. Viszel embereket mindenhova a világba, legközelebb hova? Én holnap repülök Azori szigetekre. Teszi tönkre a bolygót. Teszi tönkre a bolygót, a nagy lábnyomával. Nagy lábnyom. Hát 8 ember, zöld turizmus, túrázunk, nyilván repülővel megyünk. De egy zöld repülővel. Nem zöld repülő. Hát én azt szoktam, mert nagyon sokszor filozofálunk erről, de most akkor erre érdemes elmondani egy választ, tehát hogy nem biztos, hogy ki kell lépnünk nekünk a Eger városából ahhoz, hogy ugyanazt az ökolábnyomot megcsináljuk. Egyszer összeszámolgattam, hogyha belmész a bevásárlóközpontba, megveszed ezt az avokádót, ezt a fajta több benzin, szén-dioxid és egyéb terhelés van rajta, amivel 1 kiló fokhagymát idehozzák. Hát megidehozták az avokádót. Az avokádót idehozzák, a tejet megutaztatják Nyíregyházától a Budaörsi központig és vissza. Tehát, hogyha egy sima bevásárlás az Egri központban, az lehet, hogy nagyobb ökolábnyomot ad, mint az, hogy én egyszer mondjuk elrepülök egy szigetre. Persze, csak a divat ugye, hogy amikor kipécéznek egy-egy ügyet, igen, például a szívószál, a műanyag, szegény műanyag szívószál, ugye? Elektromos autó. Minden más lehet. Igen, igen, és hogy nehéz, én a turizmus is egyébként ilyen kipécézett ügynek tartom most, hogy a rohadék turisták, na azok miatt van ugye a vírus, meg a globális... Igen, egy kicsit rá lett számva. Erre kiderült, hogy kínai tudósok miatt van. Úgy néz ki. Ugye tudatlanok. De hogy én is azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen greenwash dolog, ugye ez rá a szó, amikor megpróbálják a nem zöldeket valahogy zöldre festeni, és akkor ugye ezekkel házalnak egy csomóan, és akkor ugye mindig keresnek valami ellenséget, hogy mivel szembe lehet állítani ezeket a zöldre festett sztorikat, a GMO-tól kezdve a turizmuson át a műanyag szívószálig, hogy ez minthogyha egy kicsit így szedni az áldozatait ennek a turizmusnak, mert azért közben meg ne feledjük el, hogy azzal, hogy a technológia meg az informatika ennyire fejlődött, azért egyre kevesebb emberi munkára van szükség, tehát egyre több szabadidőnk van, és nyilvánvalóan egy csomó ember például ebből él, hogy nem az, hogy utazik, hanem hogy jönnek hozzá. Hát a valóság a legnagyobb ipar a világon a turizmus. Ugye hát Egerben már 40%-ra teszik a turizmusból élőket direkt és indirekt módon. Hát ami azt is jelzi, hogy kicsit baj van a gazdasági szerkezettel a városban. Vagy ez lesz a jövő. Ugyanakkor azt gondolom, hogy persze, de azért mondom, hogy ezerféle turizmus van, mint ahogy mondtuk. Tehát, hogy a tömegturizmus, ahol a busszal 600 ezer embert viszünk egy helyre, vagy az a fajta, ami nem mosni, hanem alakult tényleg ez a szelídebb, hogy mondjuk egy olyan falu, ami amúgy elnéptelenedett volna most ott ökoházakban, tehát igazából még a zöld szemléletet... És az is turizmus tulajdonképpen. És azt is turizmus. Az is turizmus, és ez is egyre népszerűbb, tehát azt mondom, hogy igen, elmegyek a Bükkbe, vagy Laoszba egy olyan helyre, ami amúgy már megszűnt volna létezni, és egy ilyen, tehát hogy nem kell bemenni a laoszi emberkének ott a nyomornegyedbe, hanem jön 10... Kihozzák neked egy dollárért. Hát nem, hanem hogy 10 ember oda megy Nyugat-Európából, és ott egy bioris termel neki, a banánlevélen mangót eszünk, és egy ilyen szelidebb dolog. Tehát, hogy,
hogy van ennek pozitív oldala is, akár Magyarországon is, tehát hogyha mi is ezt nézzük. Tehát, hogy a turiz... Igen, amit mondasz, hogy kicsit ki lett pécézve, és nagyon egyoldalúan a turizmus ilyen szempontból. Mert most itt nem a turizmus a fő baj. A fő baj mindennek a gyökere, az egész balhénak, ami most van, globális felmelegedés, meg személyét, meg izé, az, hogy vagyunk lassan 8 milliárdan. Ráadásul gépesítve vagyunk 8 milliárdan, tehát túl vagyunk népesedve. Van egy adott ökoszisztéma. Nem, túl, azt mondják, hogy nem vagyunk túl. Dehogy nem. Attenborough is ezt mondja most, tehát Attenborough is végigment az elmúlt 50 éven, és végül is azt mondja, hogy... Csak amennyit szellentünk, az a metán, az már szét nyomít mindent. Jó, teheneinkkel na, együtt. Azért ugye ebben pedig mondjuk a Pinker, ugye a Felvilágosodás most című könyvében, azért ezt... Hát a Föld az sokkal nagyobb. Tehát ne nézzük már le a természetet. Ugye mi is a természet része vagyunk. Úgy tűnik, hogy most már azért abban mindenki egyetért, hogy látjuk a végét a népesedésnek, tehát elindult a fogyás. Még ível fölfele, de már a Platón kezdünk lenni, tehát 100 év múlva már valószínűleg csökkenni fog, tehát olyan 10 milliárd körül. Hát 100 év múlva hordák fognak fegyverre harcolni a maradék erőforrásokért. Nem, hanem a jólét. Tehát úgy tűnik, hogy például az, ugye, szegény Bill Gates azt mondta, hogy azért a jóval kevesebb ember lesz, hogyha mindenkit beoltunk. Ebből rögtön a rohadék öli az embereket az oltásokkal. Holott azt akarta csak mondani, elég szerencsétlenül, hogy az oltás is a jólétet fogja növelni, ugye, ahol már az egészséges élet van, nem 10 gyerekkel, hogy egy megmaradjon, stb. Erre már Bangladesben elkezdett csökkenni a népesség, a növekedése. Ez azt jelenti, hogy a túlszaporodás ellen egyedül a jólét a fegyver. Látjuk. Így van, igen, csak ez a jólét ugye először egy kicsit szétzúzza a bolygót valamennyire, ha most a zöld vonalat igen, akarom. De úgy tűnik, hogy azért ezeket úgy meg fogjuk tudni talán. Szét van már a bolygóba. Szét van már. Szét. Hát az ökoszisztémának annyi. Innentől kezdve nagyon nagy bajok lesznek. Érjenek a skorpiók meg a csótánya. Hát majd abból megint kikerekedik valami, mondjuk 3-4-5 millió év múlva talán. Én nagyon pessimista vagyok, mert az emberiség nem fékez mindenkinek. Mindig a másik vegyen vissza az igényeiből, én még azért ezt meg azt még szeretném. De hát ez a normális, nem? Na, ez a természetünk, ez nem biztos, hogy normális. Egy zárt rendszert így... A természetünk nem normális? Hát olyan, amilyen. Egy ilyen zárt rendszert ennyire kizsigerelni nem lehet, mert nincs másik zárt rendszer. Hát ugye Csányi... mondja, etológus kutyákkal foglalkozik, hogy ugye van a természeti, tehát egyrészt az ösztönünk, meg a társadalmi énünk, és hogy azért ez küzd mindig, tehát hogy ezzel nem tudunk mit csinálni. Hát persze, de hát ugye a természet is önpusztító, tehát az, és a vulkán meg kitör, és elpusztítja maga körül a kecskék. De a vulkán marad, mi nem. Igen, meg csinálja jó termőt, a természet köszöni szépen, jó lesz, hogyha mi nem leszünk. Tehát mindig ezt szokták mondani. És ez sokkal gyorsabban, ugye? Hát ugye most az a... Ott a Csernobil. Egy Attenborough Csernobil filmje. Igen. Tehát az új dolog az, hogy most az tök mindegy, hogy az ember mit csinál, mert a természet majd kiheveri. Valahogy. Itt igazából nem azért kell vigyázni a természetre, hogy a természetet megóvjuk, most a cukis tuki állatka, hanem ha nem lesz kis tuki állatka, akkor mi döglünk bele. Saját érdekünkben. Tehát én is azt gondolom, hogy ha megfordulunk a lovon és jól ülünk, akkor nyilván emberközpontúan gondolkodunk, mint ahogy minden faj egyébként én központ. Hát a világos túlélés. Azt gondoljuk, hogy Darwin. Tehát hogyha elfogadjuk, hogy az ember is része a természetnek, már pedig nem gondolom, hogy az helytelen lenne elfogadni, akkor viszont valószínűleg csinál, az is természetes, tehát valószínűleg az embernek is majd védenie kell saját magát, hát amikor magától, akkor magától. Hát az ember egy olyan állat, amelyik technológiát csinált magának, és ezzel sajnos olyan előnyre tett szert, amivel nem tud szépen élni. A pálya nyitva van a kakaduk előtt is. Nem olyan könnyű az szegényeknek. Tehát. Hát nem, tessék, egy kicsit fejlődni azért van. De tényleg ez a turizmus, mert már most nagyon messze jutott. Nem, ez nagyon azért... Csak én védeném a turizmus, érdekes, hogy hát sokan vagyunk egyszerűen. Nekem nagyon jó volt, hogy az Attenborough-t behoztad, mert ugye ő a vadon eltűnését mondja meg, a biodiverzitást, igen. Hogy ez mennyire nagy, hogy ez meg nem öncélúan probléma, nem az a baj, hogy jaj, eltűnt a vadon, meg a fajok, hanem ugye az ember számára okoz ez problémát, úgy tűnik, tehát minden a monokultúrák elterjedése. És hát itt azért a turizmusnak például baromi nagy szerepe van meg a gazdaságnak, hogy ugye egyre több területet, hát nem tudom, te Angkorban, amikor most már voltál, igen. Én voltam Angkorban még tényleg, amikor egy platós terepjáróval tudtunk csak oda menni, tehát nem vezettek utak oda. És akkor egy dzsungelben voltunk. Nemrégiben voltam, és akkor egy autópálya, egy hát hatalmas az infrastruktúra város. Megy a turizmus után. Igen. Hát mint ahogy a Machu Picchu, hát ugye régen nem is szedtek oda belépőt, még ilyen Inca Trail-en lehetett fölsétálni 2 napig,
a dzsungelen keresztül, ma meg ugye Orient Express visz igen, föl, igen, meg mit tudom én, micsodák. És hát, hogy tűnik el, ugye hát kivágták. Plusz ezzel megy el a varázs egyébként a helynek, legalábbis az én szemembe. Igen, de ez mindennel így van, igen. Tehát most mondhatom, hogy én rajta voltam az egyik első grúziai gépen, ami ment ugye 2012-ben. Az éjféli gépen. Kijevből ment ráadásul, még nem is volt magyar. Akkor én nem Rága kijevi repülőtér, Istenem. És akkor mindenki kérdezte, hogy miért vagyok ilyen hülye, hogy Grúziába megyek, senki nem akar oda menni. Majd vittem 15 csoportot, és most már nem akarok menni, mert persze ahhoz képest. Elveszett a varázsa, mert addig ott egy megszálltál Rózamamánál, főzött neked hacsapurit, csinált neked hacsapurit, és végmentél a völgybe úgy, hogy nem találkoztál emberrel. Most meg van 100 ember, aki ott túrázik, ami még mindig nem olyan sok, de már nem azt az élményt adja, hanem hát mert épül az infrastruktúra. Mert átélted ezt egy másik már, állapotába igen, is. Igen, aki még most oda megy, annak még mindig tetszeni fog. Így van, pontosan, és most már tömegek a ez olyan az, mint Vietnám, hogy 30 évvel ezelőtt Vietnám, a maga koport módján egy csoda volt. Igen, igen. Igaz? Tényleg egy másik. Tájföld is. Igen, egy másik kultúrába kerültél. Most meg oda mész, és minden alád van téve. Tehát, tájföldön is van rántott húsos, vagy volt egy időben. Ha nem, akkor csinálnak a kérsz. Hogyne. Nektek Kuba meg volt lengyel jeggyel? Nem még. Nem. Kuba kimaradt pont. Na hát ugye meg Kubában volt ez, hogy hát 80-as évek közepétől ugye mi rendszeresen volt. Ugye egy hétvégére kimentünk, $10 volt oda-vissza a jegy, amit egyébként vissza lehetett szerezni. IL-18-asokkal mentetek. Hát IL-18-al repültünk Varsóig, és akkor vagy onnan. Onnan. Vagy ott megvettük a jegyet, és akkor visszajöttünk, és akkor én általában Berlinből repültem az Interfluggal. De hát mondom, $10 volt a jegy, de ilyen piros játékpénzt lehetett váltani a Nemzeti Bankba, amit vissza is váltottak egyébként, és akkor többet adtak jóval. Tehát, hogyha egy kicsivel többet váltottál, akkor gyakorlatilag ingyen repültél Kubába, sőt, azzal a jeggyel meg lehetett venni, vagy azzal a pénzzel meg lehetett venni a kubána jegyeket Dél-Amerikába, hogy exportálták a forradalmat, és akkor ott Peru, meg Mexikó, meg Panama, hát ezek ilyen hát gyakorlatilag 0 forintból kijöttek, és akkor... Ennek a korszaknak nagyjából... Igen, na de hogy akkor ez volt, hogy mi is a mammánál laktunk, ugye ilyen casa particulareszekben, ezekben a magánszállásokon, és hát valami csoda volt. Tehát nyilván a langusta reggelire az hétköznapi sztori volt, és mindenki aranyos volt, és szólt a zene az utcákon, és akkor ma elmész Kubába, hát egy ilyen elszlömösödött, mafiózó réteg, mindenki rádugrik, és hogy a világ teljesen letarolta azt a nagyon vidám kubai kultúrát, ami egyébként nyomor volt, meg tényleg a kommunizmus totális elnyomása, de azért ők élvezték ezt a dolgot. Hát egyszerű volt ott a modell, ugye, hogy elzavarjuk a gazdagokat, beülünk a házaikba, és mi leszünk a gazdagok. De... Ez megint összefügg ezben a jóléttel, mert itt van nekünk Erdély. Ha kimentél Erdélybe, ez az 77-be, teljesen másik Erdélybe jártál, mint mondjuk kimész 2021-ben most. Na, régen minden jobb volt, ezt úgy. Hát nem fel, más volt. Más. Egyébként ugyanez a turisztikai, azért mondják iparnak, hogy turizmusipar, vagy turisztikai ipar, hogy 90-ben, most Torda Szent László, maradjunk Erdélynél, fogadtak, kürtős kalács, rántott hús, szállásolva el voltunk minden családnál, egy néptánccsoportként, és ingyen volt, ugye, mert hát vendégül láttak. Most ez a falu egyébként egy nagyon jó falusi turizmusból él. Tehát nem várható el egy idő után a helyiektől, hogy most jött egy busz, egyszer egy évben vendégül látják őket, vagy többször akár. De utána, amikor jön a harmadik busz, a 300. és a 3000. egy idő után, az már nem lehet azt az élményt nyújtani, hogy mindegyiknek ingyen rántott húst adok, mert akkor tönkre megy a saját család. Tehát, hogy ugye ez az iparszerű turizmus. Meg azt várhatod el, hogyha jobban megelő, hogy kiadja a szobáját, hogy akkor ehelyett fönnkasszáljon és az esztenába aludjon, amikor sokkal kevesebb munkával jobban keres. És akkor a szekérrel fölviszi a turistát az esztenához, ott megszalonnáztatja, sütnek egy szalonnát, a medvét azt majdnem meglátják a cserjés mögött, és akkor visszajönnek. Tehát ez is tök érthető, teljesen rendben van. És arról mi a véleményetek, hogy én úgy látom, hogy azért ez egy... Szóval a turizmus bevezető drogja az az olcsóság. Tehát azért Tájföldre, Vietnámra,
Kubába, Dél-Amerikába, mi azért mentünk, vagy Erdélybe, mert hát ott fillérekért el voltunk. Általában nem azt kezdtük, hogy milyen klassz dolgok láttak, hanem az, hogy milyen olcsón láttunk. Hát is azért. De ott, ez egy fontos dolog volt, és hogy én azt látom, hogy mintha a magyarországi turista ipar is tulajdonképpen erre bazírozna, erre az iszonyú kivéreztetett, kizsákmányolt magyar munkaerőre, hogy az angol buri turisták mondjuk Pesten tényleg egy londoni sör áráért egész estét végigmulatnak, és akkor jönnek a csajok, a filléres italok, a nagyon jó minőségű olcsó szállások. Tehát, hogy minthogyha itt tulajdonképpen az élmény, amit adunk, az semmi más, mint a saját magunk kizsákmányolása, ugye, és fillérekért való áruba bocsájtása. És persze mellette nyilván Budapestet sikerül eladni, ami azért tényleg a világ egyik legszebb városa. Hát az Airbnb-ből nagyon szépen, nagyon sokan megéltek Budapest belvárosában, annyira nem voltak kizsákmányolva szerintem. Hát... Sem a vendéglátósok, akik... Azért, hogy Airbnb-t ki akarsz mondjuk venni. Más az árszínvonal eleve. Tehát igen. Mondjuk Anglia meg Magyarország között ezt... Hát igen. De ugyanez, amikor mi megyünk egy másik, egy ázsiai vagy afrikai országba, igen, szerintem. Tehát igen, de nyilván meg kell nézni, hogy a világban milyen árszínvonalon van a svéd, az amerikai, vagy az angol buli turista, vagy mi milyen színvonalon vagyunk, igen, és aki ahová megyünk, Montenegró vagy bárhova. Hát Indiában volt nekem konkrét sztori, hogy ott Mumbai-ban, ami egy rettenetes hely egyébként, ballaktunk ott a haverral az utcán, odajött egy helyi ember, megfogta a kezemet, mint a kezdet akarna fogni, majd nem engedte el. És mondta, hogy most pedig vegyek neki egy doboz cigit. Hát mondtam, nálam nincs cigi, mert nem dohányzok, de hát venni meg nem akarok, mert én hátizsákos turista vagyok, ki van számolva a pénzem, ennyi meg ennyi. Azt mondta, hogy nem, te gazdag vagy. De mondom, de nem vagyok gazdag. Mit keres alatt? Igen, azt mondta, ide repültél Európából, és óra van a csuklódon, tehát te gazdag vagy. És ott 10 percig fogtuk egymás kezét, már most megmakacsoltam magam, úgy vettem volna neki, hogyha nem erőszakoskodik. És még arra nem jött, hogy egy rendőr jár, addig nem engedte el a kezem, és már ilyen 10 fős, 20 fős kis csoportosulás várta, hogy most akkor ebből mi sül ki. Mondj csak ennyi, hogy viszonylagosak a dolgok nagyon. Igen. Nem, egy pillanatra ez az olcsóság, ez valószínűleg a belépéshez kell, a bevezető drog. Valószínűleg, mert ugye minden bevezető áron. Ugye, hogyha utána már rászokik az ember, de utána ez már szerintem változni fog, mert aki Michelin csillagos étterembe akar menni, az nem feltétlenül a menza árat várja el. Tehát, hogy most akkor én 950 forinti akarok étterembe enni, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem mindenki hajt az olcsóságra, hanem... Há, én igen. Nem, hát tudjuk, hogy most megvan az ára a húsnak, meg a levesnek is. Meg hát a keresett kínálat, ez a klasszikus, amit mondtál is, az Inka ösvény, meg a Machu Picchu, hogy amíg kevesen mennek, addig nem lehet pénzt kérni. Persze. Olyanokért, amikért, mikor már sokan vannak, akkor már a pénzzel akár ezt tudod szabályozni a keresletet is, miközben jól lesz belőle. Ugye? Beszéljünk az élményeitekről, hogy legjobb, legrosszabb ilyen turisztikai élmény. Én hülye vagyok, én mindenhol jól érzem magam ilyen szempontból. Aha. Engem nagyon nézik. Semmi rablás, izé. Hát vannak, de hát ez most... De az is jó. Az is. Része. Hát kicsi átveréseket nem tudsz megúszni, nem is kell rajta idegeskedni. Mikor hullafáradtam, érkezel egy első, általad elsőnként látogatott ázsiai országba, ott az első taxis úgy is átver 99%. Oké, ma már megtalálod, ezt is ki tudod kerülni, mert rendelsz oda egy Airbnb, hogy ezeket? Uberes, vagy valamilyen ilyen szolgáltatós taxi. De hát régen megérkeztél a hátizsákoddal 14 óra a repülés után, kiestél egy ilyen 40 fokba, és az első taxis azonnal átvágott. Tehát ezek benne vannak. De nagy kiraboltak, most pont Portugália, ami most egy trendi ország, én 90-ben vonatoztam ott barátommal, és befeküdtünk a fülkébe, végigvonatoztuk London, Madrid, megérkeztünk Lisszabon, akkori világ vége volt, még periféria. A Misinterrel? Nyugtass meg! Kiraboltak a vasútársaságot, őket is kiraboltak. Igen. És hát ketten aludtunk a fülkébe, és akkor jött egy amerikai srác, és akkor kérdezte, hogy befekhet el, szimpatikus, jóképű. Befeküdt, és reggelre az útlevelünktől, a kalauz hozta vissza a harmadik vagomból, hogy az amerikai srác valószínűleg kirabolt minket, és hát most 5000 forintnyi pénzt. De visszakerült? Nem. Ja, nem. Az útlevelet kidobta. Tehát az visszakerült. Szerencsére a pénzünk egy részétől fosztott meg minket. Tehát, hogy ilyen van, mert most...
Bárhol előfordul. Az utazás kockázatos, ilyen-olyan kockázatai vannak. Hát vannak szitok, amiket ki kell bírni, el kell viselni. Várakozol, zögykölődsz, mit tudom, ilyen éhes vagy, nem olyan a kaja, ami hát én bármit megeszek, például nekem aztán mindegy. De hát értem, hogy vannak a kis, tehát vannak a glutén érzékeny, még azt tudom, mi az. Hát, most azok, hát ez csak nyilván, lehet, néhány éve nem létezett. Igen, ilyen. Azért mondom, hogy nyilván vannak ilyen dolgok, de összességében, de én mindig azt szoktam mondani, hogy mikor mondjuk megyek ide valahova, jaj, de jó, neked nem mondom, akkor lesz nekem jó, ha hazajöttem, minden nagyobb gond nélkül, és itthon is minden rendben van. Akkor jó nekem. Addig nekem nem jó, addig zajlik az utazás. És ti miért utaztok? Hát sok mindenért. Ugye itt már szóba került, hogy önmagát kereső emberek sokasága, vagy a legkisebb királyfi elmegy, vagy legkisebb gyerek felfedezni. Hát én azt gondolom, ebben is sokat változott az utazás, hogy nem csak önmagunkat keressük, mint... Itt megtaláltad. Én is azt mondom, hogy én megtaláltam magam. Te valaki mást keresel. Én mást keresek. Nem, én szeretek beszélni, én ilyen hülye pedagógiai hajlammal szeretek másoknak megmutatni. Én például utáltam egyedül, én nagyon sokat utaztam egyedül, de nagyon tehát hogy most már nagyon szeretek emberekkel, mert mindig olyan vagyok, hogy fú, nézd meg, de jó az a hegycsúcsot, vagy nézd meg ezt a templomot, tehát hogy én szeretem megmutatni meg, amit tudok róla elmesélni. Tehát, de én tudatos utazónak vallom magam, én azért megyek el, ami itthon nincs mondjuk, tehát hogy olyan hegyet lássak, olyan vízesést, vagy olyan vulkánt, ami vagy hasonló nincsen. Tehát most mit tudom, guatemalai vulkán a kitörés közben, az most tavaly januárban voltunk a Pacayán, ami most kitört, akkor el tudom mondani, hogy milyen a Mátra. Tehát a Mátrában nem fog kitörni. Tehát, hogy olyan dolgokat, amit nem látok itthon, és ezt megismerjem, akár most ez geográfia, kultúrtörténet, bármi. Tehát van egy ilyen indítatást talán. Meg hát azért vannak azért lélegzetelejtő helyek. Hát igen. Tényleg. Hát egy izlandon azt sem tudod, hogy mit csinálja, hogy vegyél levegőt, vagy mi ez itt. Csak most egy ilyen extrém példa, ami tényleg egyértelműen durván, teljesen más világ. De gyerekkorom óta ott van a reformkori utazók, hogy elmennek megnézni Angliába, hogy mi működik jól. Például így van. Ötletekkel. Tehát így mindig van. Nyilván nem biztos, hogy fogadóképes rá az ország. Meg hát ez egy mindenféle indítatás lehet egy ember. Ha már egy csomó emberrel együttműködtél így utazások alatt, aki szolgáltatott, vagy megszólított valami, azért rasszistának is elég nehéz lenni például. Hát igen, bár azért ugye általában az egy ilyen ökölszabály, hogy mindig te szólítsál meg valakit. Aki téged megszólít, az mindig rosszban sándikál az utazásnál. Hogy nagyon ritkán nem. Ritkán, sándikál. Igen. Vagy hát akar valamit tűnni. Mert hát ők vadászok, igen. Tehát azért rengeteg ilyen vadász van, főleg nyilván szegényebb országokban. Érdekes, én például valami olyasmiért szoktam utazni, hogy én nagyon szeretek itthon üldögélni. Körülbelül az életem, úgy üldögélek, és el vagyok. De nem tudnám elviselni ezt az egész légkört, hogyha nem mennék el, mit tudom, egy évben egyszer New Yorkba, vagy Bécsbe, vagy én például imádom Japánt, tehát nekem egy tokiói vagy kiotói út 2-3 évente, az majdhogy nem nélkülözhetetlen, mert ugye ott aztán, ha más kultúrát akarsz, tehát teljesen ki akarsz kapcsolódni ebből a világból, akkor ez nekem mind nélkül. Tehát tulajdonképpen azért utazom, hogy élvezzek itthon, hogy elviselhető. Nyugodtabban legyen itthon utána. Ez evidens, tehát és akkor egy kicsit az ember, de most már ott tartok, hogyha friss levegőt akarok szívni és szabadságot, akkor nekem már mondjuk így átmenni Rozsnyóra is elég jó. Elvették a magyar felutakat, mert a lakosság szám 20% alá csökkent. Igen, jó, hát hogy mondjam, de attól még világ. Szeretem a szlovák feliratokat is. Tehát... Hát mi azt mondtuk, amikor ez az egész karantén istennyilag becsapott, hogy amikor feloldják az utazási korlátozásokat végre, első nap beülünk a kocsiba, kimegyünk Dedinkibe. Linki mellé. Dedinki, igen. És ott van egy vacak étterem a tóparton, egy nagy terasszal. Oda leülünk. Víztározó azért. Víztározó, oké. Okay. Oda leülünk, és ott megeszünk egy valamit, és csak nézzük a vizet. Igen, itt van 100 kilométerre, hogy igen. De hát most kiderült, hogy még mindig nem lehet menni. Mindig nem lehet. Hát nem, mert a magyaroknak csak, tudod, nem fogadják, mert hogy nem írjuk be az oltás igazolva. De tényleg, hát ugye, ha jól veszem ki, túlszulejtettek minket ugye ezekkel a... Engem az orosszal elég. Igen, hogy meg engem is, a hiába kaptam meg ezt a fiatal terhes nőlő oltást,
ugye ezt se tüntetik fel. Ja, mert eleve nincs benne a fajtája. Igen, eleve nincs benne, azért, hogy fedezzék a te oroszodat. Igen, gondolták ravaszul. Mivel nem megyek semmire. Gondolták ravaszul, és tényleg véled neked, ez mekkora gondot okoz most ez az egész izé, hogy vagy turkáltatsz az orrodban, és akkor ez így... Én most onnan egy turkáltatásból jövök, tehát én most már rutinszerűen megyek itt a Ballasi utcába. Ha ezt kérik, hogy mondjam... Tehát, 20 ezer még mindig? 20 ezer forint. Hogy rohadjon meg. Igen, tehát nem olcsó, de ha régen azt nézem, hogy egy holland vízum nekem 3000 forint volt 90-ben, tehát most nem akarom a régit hasonlítani, nyilván most ez egy nehézség, hogy turkáltatni kell. Meg én elfogadtam, tehát régen is, ha egy két éve, három éve is, ha Kenyába akartam menni, akkor kellett a sárga láz ellen. Az világos, persze, az oké. Tehát, hogy hát ez a szabály, most nem tudok mit csinálni. Tehát nyilván kerülgethetjük, meg... De hogy akkor hogy működik. Hát működik, annyi, hogy sokkal nehezebbé teszi, és káoszosabbá. Tehát, hogy eddig mehettél bárhová, most mehetsz a 200-ból lehet, hogy 50-100, öt országban, nem tudom, most pontosan nem is akarok, mert naponta változik, ugye? Igen, folyton változik. De nagyon tudnod kell, hogy most ez kell, ide ez kell, emit nem mehetsz át. Tehát egy utazó fotelkalandor barátom mondta, még egy, amikor kitört ez tavaly márciusban a Covid, hogy nem is, egyrészt igen, a vírus is probléma, de az azokra adott intézkedések, ez nem csak, és nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Országok bezártak, tehát hogy egy kicsit vissza raktuk magunkat a középkorba, hogy most a hesseni választófejedelem ilyen vámot kér, ilyen beutazási engedélyt, ilyen császári papírt, ilyen út itinert kér. Most nagyjából ott tartunk, hogy igen, hogy el akarok menni Bázelen keresztül a Kanárira, akkor osztrák enged, mi kell, németek, hogyan engednek, más a reptéren, más a közúton. Tehát, hogy iszonyatos bürokrácia lett erre rátéve, amit nehéz követni. Tehát ez ilyen szempontból meg egy nehezítés, igen. Titeket vonzanak az attrakciók, vagy inkább csak az atmoszféra? Tehát, hogy valamiért mentek Disneylandért. Egyszer ezeket is meg kell nézni. Egyszer, ha? Hát egy attrakció, Burj Khalifát én is megnéztem, ja, valom, de inkább az atmoszféra. A Dubajt úgy kell megnézni, hogy mész valahova, és ott megállsz két napra. Tehát hülyeség volt menni külön, mert ez egy marhaság az egész úgy, ahogy van. De egyszer érdekes az is. Tehát. Csak azért kötöttem át, mert most már elértünk a végére, és ugye itt van Eger. És újabb attrakciónk lett, és az elején felhoztad, hogy ott fürdik. Hollam? Rángatja a kicsi lányt. Vicus. Azért is, mert én szeretném, remélem, hogy a következő adásban tudunk majd erről beszélni az illetékesekkel. Uh-huh. Én nekem bejön egyébként, nekem azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy tök izgalmas nektek. Mi a véleményetek? Aki nem tudja, ugye a Gergő és Vicuska szobra elkészült közadakozásból, én szerintem egy nagyon jó pofa klassz valami került oda, és hát persze rögtön mindenki értett hozzá, hiszen nyilván 10 millió művészet értő ember éli ezt a vidéket, és hát úgy látszik, hogy ha másra nem egy attrakcióra, biztos, hogy jó lesz. Igen. A hype-ja nagy, tehát országos sajtóban rég került be. A negatív reklám is. Reklám, ez nem, igaz? Nem feltétlenül negatív. A régi szicíliai közmondás mondja, hogy nem az a lényeg, mit beszélnek az emberről, hanem hogy beszéljenek. Igen. Végülis szerintem is be fog jönni egyébként. Be fog jönni. Mint a heres simogatás, a szerencse vagy hasonlók miatt beindul, mint népszokás, akkor az menni fognak oda. Mert hogy Gergőnek eléggé kimunkált. Igen, tehát jelen dominál a szobor. Kicsit lehúz a derékből. És egyébként, de hát vannak ilyenek a világon. Persze. Nekem ez nem okoz gondot, de már elkezdték. Nem erről beszélnek, hanem a nemzetközi repülőjéről. De már elkezdték, hogy hát az iskola mellett vannak mesztelen ezek a gyerekek ott a patakparton. Szóval ennek lesznek hullámai. Magyar Atén, tudod? Igen. De szerintem be fog jönni, én is azt gondolom. Egyébként ronda szobor, hát el kell menni a Húsvét-szigetre. Hát azok a hülye fejek, ronda, hát igen, nem. Igen, semmi, olyan hosszú a fülük, meg állj. Mona Lisa is milyen, nem is szép, nem is mosolyog. Igen. Szóval akkor szerintetek egy ilyen attrakció is azért ez is hype-olhatja. Bármilyen attrakció. Ez be fog jönni, én komolyan mondom. Tehát már eleve ez Egerben még ilyen avatás, vagy ilyen friss attrakció még ekkora sajtó visszhanggal nem indult. Hát igen, hát nézd meg, micsoda szobrok épültek, ugye a szegény Eszterházi, ugye, ahol már a felirat is hamis, ami alá van írva, hogy ő alapította az egyetemet, ugye a szegény csak épített egy házat, de nem engedték, hogy egyetemet alapítson, vagy a Gárdonyi szobor, hát ami ugye maga a közhelyes közröhely,
ugye, és hát vannak ezek az iszonyú zsáner szobraink, amik nagyon, nagyon ócskák, ahhoz képest valószínűleg bicuskáik. És az, amit mondod, hogy Jani, hogy, Jani, hogy a sajtó megjelenés nagyon fontos, ugyanúgy, mint a Facebook, Instagram, amit az utazásokkal kapcsolatban is mondtunk, hogyha ez rákap a nép, akkor jönnek egerbe. De nem tudjuk, hogy ez most jó vagy rossz, tehát azt most tegyük félre, hogy nekünk kell-e még pluszba, de valószínűleg... Kell, valószínűleg. Hát látjuk, hogy szegény Dubrovnikot hogy tönkretette a trónok harca, ugye, hogy már pénzt kell szedni, hogy... Igen, hát azt mondom, hogy van egy szintű, amikor már pénzt tud szedni, csak azért, hogy ott lehessen valaki. Hát úgyhogy az egri csillag. Szóval visszatérve Gágabi kollégánk, ugye ő fotós, ott voltam megnyitón, és én az ő ízlésében bízok, ő nagyon védi ezt a szobrot. Én is védem, tehát én nem. Valószínűleg nincs ezzel olyan sok baj, mint amennyire nénik, bácsik fölháborodtak ezen. Kicsit meglepő. Kicsit. Meg hát akinek van gyereke, az tudja, hogy vannak nagyon ronda gyerekek. De hát, tényleg, most ronda gyerekek. Tényleg 10 millió utazási szakértő, 10 millió szobor szakértő. Most ugye mondom, pont egyébként én pont mellette voltam, meg 10 éve azt mondom, hogy legyen a mezőkövesdi leszállóból egy repülőtér. Hát és most azon is mindenki pörög, hogy ez nem jó. Igen, hát, hanem elektromos gyorsvasút kell. Ennyi. Hát oda már 30 éve kitalálták, hogy legyen egy nagy kargó, átrakó repülőtér. Aztán de egyébként az Egernek jó lenne sem egy kövesdi repülőtér. Egy olyan futópálya van alatta, hogy sosem impartus kapnak ettől a Gripen VI-től, ami fölöttünk. De most három gép jönne mondjuk Írországból, akik jönnének túrázni a bükkbe, az nem menne fel. Gripeneknek a pörgésétől, hogy kedden nem lehet csukott ablaknál lenni csak. Na emberek, azt mondom, hogy foglaljanak helyeket. Egyébként most nem olcsók a repülőjegyek, ugye, mert még mindenki tapogatózik, nem tudni, hogy most bum jön, vagy egy tartós visszaesés. Az biztos, hogy ezek a hurrá optimizmusok egyelőre nem köszönnek vissza a valós számokba, tehát úgy tűnik, hogy például az egri foglalásokról mindenki azt mondja, hogy dübörög, kivéve azok, akik egyébként kiadják az ingatlanjaikat, a apartmanjaikat, ők azért azt mondják, hogy egy kicsit óvatos a világ. A repülőjegyeknél ugyanez a helyzet, állandóan tolog az indulások időpontját, minden bizonytalan. Tehát valószínűleg idén még együtt kell élnünk azzal, hogy a turizmus nem fog berobbanni. Ennek viszont az az eredménye, hogy én például tavaly, amikor szintén leült a turizmus, akkor egyedül tudtam olyan múzeumokban kúszálni, ahol korábban be se tudtam menni a hatalmas tömegtől, tehát azért ennek is megvan a előnye. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen készüljenek a nyárra, egy kicsit utazzanak, hogyha tehetik, és hát nyomják a gázt, mert legközelebb is lesz féktelenül, egy hét múlva találkozunk.